Hello mindenkinek és üdv újra a csatornán! A mai videóban megunboxingolunk néhány csomagot, amik az elmúlt időben érkeztek hozzám, és már előre is elnézést kérek itt a csörömpölésért, de ma három gyűrűt volt kedvem felvenni, és ők így sajnos ráló hivatalosan is eltűnt, úgyhogy egy narancsárga olló lesz ma a segítségemre, vele fogom kibontani azt az öt csomagot, amit veletek együtt szeretnék én is felfedezni. Ezek olyan csomagok, amik PR megkeresésként érkeztek hozzám, tehát előfordul, hogy majd más videósoknál, bloggereknél is felfedezitek ezeket a csomagokat. Nagyon köszönöm már itt előre mindenkinek, aki ezt így elküldte nekem, de azt mondom, hogy kezdjük is el, fedezzük fel a csomagokat, és legyen mindjárt ez az első, ami Svédországból érkezett, és ebben egy óra lesz. A legtöbbről egyébként tudom, hogy mi, hiszen felkerestek ezek a cégek, hogy küldenének nekem ezt, azt, van-e kedvem hozzá, és mondtam, hogy igen, köszönöm. Úgyhogy, ha minden igaz, ebben egy óra lesz, és használjuk már, ha a kezünkben van. Azt mondja, van egyszer itt egy ilyen kis csomag. Ez a Daniel Wellington márkától jött egyébként, és ebben a picike kis könyvszerű dobozban egy csodálatos karperec van. Rose-gold színű, és én a kis méretet írtam be, hogy legyen a kis méret, de azért ez ilyen extra kicsi méretnek tűnik. Vajon jó így is a kezemre? Tökéletes. Tökéletes egyébként. Amúgy sincs egy vastag csuklom, szóval nagyon csinos, és akkor szerintem itt fog lapulni maga az óra, aminél emlékeim szerint szintén egy rose gold színt választottam ki. Ez rohadt gyönyörű. Ez csodálatos. Egyszerűen. Aha. Elegáns, kifinomult, egyszerű, letisztult, rose gold és gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű. Mutatom közelről. Egyszerűen gyönyörű ez a kombináció. Itt még be kell állítatnom majd a részleteket, de ez így hihetetlenül szépen passzol egymáshoz. Köszönöm szépen a Daniel Wellingtonnak. Lépjünk át a következő csomagra. Polska. Igen, Lengyelországból érkezett. Egy kis dobozka. Még egy kis dobozka. Még egy kis dobozka. Kupikék törpikés gumicukor, illetve a kis csomag alján volt egy kicsi nyaklánc. Na, akkor nézzük meg előbb a nyakláncot. Hát ezt egyelőre egy kibogozni, ez most nincs türelmem. Extra biztonságosan be van itt minden csomagolva. Szóval ezek olyan melltartó pántok, amelyeket hozzá tudunk kapcsolni olyan melltartónkhoz, aminek alapból ki lehet így szedegetni a pántjait. Helyette beakasztjuk ezeket a pántokat, és a mellkasnál egy különleges mintázatot tudunk elkészíteni, hát többek között ennek a segítségével, és hogyha nagyjából megpróbáljuk most ezt elképzelni, akkor ez a minta úgy fog kinézni, hogy... Várjunk csak! Ennek kell alul mennie. Aha, ezt húzom ide jobbra, vagy nem? Vagy de, ezt húzom így jobbra, és akkor ami ott középen van, az megy majd így le, és akkor az egész egy ilyen frankó háromszöges mintázatot fog kiadni. Nos, rajtam most nincs olyan felső, sőt melltartó sem, amire ezt most azonnal rá tudnám applikálni, de az Instagram oldalamon látni fogjátok élesben, hogy hogyan működik ez, és ebből van itt egy fekete színű, még egy fekete színt választottam, aminek a mintája az... Azt a kis középső, ami ott belógaszt, úgy képzeljétek úgy, hogy ez úgy lemegy a melltartó csatlakozásához. És a harmadiknak pedig egy fehéret választottam. Hát, ha egyszer fehér színű fősőt fogok felvenni. Szintén az a fölfele lógó, az úgy lefele fog majd nézni. Szóval, hát, ezek a melltartó pántok érkeztek. Külön köszönet a kis Haribos gumicukorért, amit most azonnal meg is fogok kóstolni. Remélem jó savanyú lesz, mert ez a kedvencem. Fokrémre pedig, üvegsavanyú.
Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm a Straps márkának ezt a lehetőséget, és ne felejtsétek, Instagramon mutatom, hogy néz ki majd ez élőben. Legyen a következő csomag ez a barna. Ami... Talán Eucerin, nem vagyok benne biztos. Ez található a kis dobozomban. Azt mondja, hogy van itt egyszer egy 50 faktoros napfényvédő, Sun Gel Cream Oil Control. Éppen tegnap nézegettem egy bőrápolási csoportban, ahol én is tag vagyok, hogy a lányok ajánlották egymásnak ezt a terméket, és oda is írták, hogy a gyógyszertárakban ez ilyen hiány termék lett, mert hogy annyira király, hogy így azonnal elkapkodják. Úgyhogy most nagyon kiváltságos helyzetben érzem magam, hogy nekem most ő így itt van, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az Eucerinnek ezt a csomagot, és hát ez egy 50 pluszos fényvédő, egy ilyen vaníliakrém színű a termék, egészen lágy, vizes hatású az egész, illata minimális, de azért van. Nem mondanám a tipikus napfényvédőknek, még így gyerekkorunkból, illat szempontjából, de azért van egy minimális illata. Aztán a másik termék az egy After Sun Cream Gel, megtaláltam a magyar részt is, tehát napozás utáni ápoló krém gel, napallergiára hajlamos bőrre. Az első szippantás az tipikusan olyan volt, mint az orvosi rendelőkben a fertőtlenítőszer. Ez volt az első szippantás. Viszont most már eltűnt. Alkohol. Azt mondja, összetevők, víz, glicerin, denaturált alkohol. Na, én szerintem beszippantottam ezt az alkoholos kezdést. Írtó gyorsan be itt a bőröm, sejmes, az utóhatása. Utána fogok azért még nézni ennek a terméknek. Köszönöm szépen. Aztán van itt egy kis kendőcske. Strandkendőter, bárhogy magunkra tekerhetjük sál. Jöjjön a következő csomag, amiben egy táska lesz. Én ezt már tudom. Ebben egy táska lesz. Hát ez a képen egy kicsit kisebbnek tűnt, de élőben ez egy brutál nagy hátitáska. Ezt a táskát a My Brands webshop jóvoltából kaptam, a neve pedig The Pack Society. Giga-mega. Ezt megállapíthatjuk mindannyian, és nagyon jó színekben, mintákban volt elérhető ez a táska, azonban én magamhoz hülyen egy fekete-fehér verziót választottam. Ez a táska sokkal nagyobb és sokkal masszívabb, mint amit elsőre gondoltam, de fantasztikusan néz ki, és ez a fekete-fehér csíkrendszer, illetve ez a márvány minta alatta nekem elsőre nagyon szimpatikus lett, hozzá pedig ezek a mélybordó kiegészítő részek szerintem nagyon szépen mutatnak. Azt mondja, belül pedig piros! Meglepetés! Egy elég nagy űrtartalmú táskáról beszélünk. A táska hátoldalánál, a jobb oldalon felfedeztem egy nagy cipzáros területet. Gondoljátok át, rajtatok van a táska, de rohadtul kéne valami a táskából, de most éppen nincsen kedved levenni magadról, szóval hátra nyúlsz, azt így lecipzározod, beletúrsz a táskába, nagyjából megtalálod, hogy hol van az innivalód, vagy a bérleted, vagy a pénztárcád, és kiszeded. Ez egy nagyon praktikus, okos megoldás, és remélem, hogy ezzel a céllal lett ez ide téve, de én ismerem a közlekedési szokásaimat, és már a gondolattól is néha idegrohamot kapok, hogy Istenem, a táskám legalján van valami, ami most azonnal kéne, és egyébként még rajtam van a laptop, meg húzok egy bőröndöt. Szóval nagyon szépen köszönöm ezt a táskát, biztos, hogy sokat fogom használni, jól meg lehet pakolni, nagyon dizájnos és nagyon szép, nekem igazán tetszik. Végül pedig az utolsó csomagunk, egy folyadék. Ahogy itt hallom, lötykölődik valami benne. Júj! Oké, ez itt egy olyan papír, amivel nem kell foglalkoznunk. Nos, képzeljétek el, bár lehet, hogy már sokan tudjátok, hogy a Krémmánia és a SkinSmart webshop tulajdonosa, megálmodója, vezetője, mindenese, anyukája, Judit, Rácz Judit kooperált a Hélia D-vel, és megszületett egy csodálatos új magyar márka, a Geek & Gorgeous. Hámlasztó folyadékokról van szó, amit ha eddig még nem,
akkor ideje elgondolkozni azon, hogy hogyan és miképpen építetek be az arcápolási rutinotokba. Nekem a legtöbb változást az okozta, amikor elkezdtem kémiai hámlasztókat használni. Egyszerűen fenomenális változásokat értem el a bőröm állapotával, illetve állagával kapcsolatban. Na most, ez a Geek & Gorgeous, ez egy nagyon friss magyar márka, pár héttel ezelőtt jelent meg, és tudjátok, vannak azok a termékek, amiket még nem próbálsz ki, de már az elején tudod, hogy ez tutira rohadt jó lesz. Mert hogy olyan emberek ajánlják, olyan közegben jelenik meg, valahogy az egész háttérsztori olyan, amit már akkor elhiszel, és már akkor 100%-osan tudod, hogy ez tutira jó lesz, még mielőtt az egész úgy a kezeid közé nem kerül. Nos, én ezzel valahogy így voltam. Ritkán van ilyen benyomásom egy termékről, viszont itt azt éreztem, hogy ez nem lehet rossz. Ez egyszerűen nem lehet rossz. És három különböző típusú hámlasztó került a Geek & Gorgeous márkán belül most kaphatóvá. Azt mondja, ha jól emlékszem, van a Smooth Out, van ez a Cheer Up, ami nálam van, és a Calm Down. És amikor nézegettem a webshopot, hogy vajon melyik lehet a nekem való, akkor a Cheer Up és a Calm Down között vaciláltam, hogy vajon melyik lehet a legjobb bőrtípusomhoz, és Judittól kaptam egy nagyon kedves levelet, amiben azt mondta, hogy szeretne nekem küldeni egyet, és ismervén a paramétereimet, ő a Cheer Up terméket javasolná nekem. Ez most itt van a kezemben, ez egy 100 ml-es termék, okos tetővel rendelkezik, nem érzek semmit, így hirtelen, de a lényeg az, hogy hámlasztó folyadékok esetében 3 cseppet szoktam az arcomra tenni, 3 csepp bőségesen befedi az egész arcot, úgyhogy ha belegondoltok, hogy ezt most 3 cseppenként fogom elhasználni, az azt jelenti, hogy ez nagyon sokáig elegendő lesz. Illetve van itt egy másik termék is, a The Ordinary márkától, ami miatt láthattátok, hogy mekkora mosoly volt az arcomon, szóval amikor ezt a kettőt így kivettem, ez a gyereknap van. Gyorsan megnézem, mit jelent ez a szó, mert nem tudom. Adherence. Tapadás. Magas tapadású szilikonos. Jó. Magas tapadású szilikonos primer. Ez a termék, és a SkinSmart oldalon én már megkaptam egy ajánlóban a Facebook feedemben, hogy remek primerek vannak akár ezen a márkán belül is. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt kaptam kipróbálásra, mert tudjátok, hogy használok primert a sminkeléskor, nem csak a szemhéjamon, hanem az arcomon is, és főleg, hogy most már beindulnak a melegebb napok, primer nélkül, hát eléggé olvadozósá tud válni a smink. Fehér színű, ahogy kinyomod a flakonból, azonban ahogy eldolgozod, átlátszóvá válik, és nagyon jól lehet érezni azt a vastag szilikonos hatást, a szilikontól ebben az esetben nem kell frászt kapni, tehát nem fogja bántani az arcotokat, emiatt ne aggódjatok, de teszek be nektek linket egyébként minden termékről, amit itt most láthatok, illetve amit találtam, és nézzetek utána, hogyha valamelyik esetleg szimpatikus. Ennyi volt a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha így lenne, nyomjatok a videóra egy giga mega lájkot, és gyertek, csatlakozzatok a csapathoz, ha eddig még nem tettétek. Ha kérdésetek van, először nézzetek be a leírásba, aztán jöhetnek a kérdések a komment szekcióban, segítsük egymást, én is igyekszem figyelni és válaszolni a feltett kérdésekre, addig is pedig tessék pezsegni, legyen nagyon szép napotok, és hamarosan találkozunk egy friss videóban. Sziasztok! És persze, hogy a végére süt ki a nap, amikor befejezem a videót. Semmi gond, persze, az egész tök sötét volt, de a végén megjön a fény. Na ezért kell most már beszereznem lámpákat, látjátok? Ki vagyok szolgáltatva az időjárás kények kedvének, így nem lehet minőségi videókat készíteni látványban. Meg kell vennem azokat a softboxokat, nincs mese. Na, sok a duma, sziasztok!